tavaszi emlékhadjárat Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a Magyar Hagyományőr Világszövetség, az érintett önkormányzatok, művelődési intézmények és a helyi hagyományőrző egyesületek rendezésében. Az emlékhadjárat résztvevői saját korhű ruházatukkal, felszereléseikkel és történelmi fegyvereikkel idézik fel a magyar történelem legendás katonai sikereket felmutató hadi eseménysorozatát. Szadán április 7-én délben a nagyközség polgármestere és a Cibere népi együttes köszöntötte az emlékhadjárat résztvevőit. Fütyül a masina, gyorsan ki az állomásra, de sok édesanyja sírva riva néz utána. Ne sírj édesanyám, visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok valahol a nagy világ. Ne sírj, édesanyám, visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok valahol a nagy világba. Nagy szeretettel fogadta nagyközségünk itt a huszárokat, akik tulajdonképpen az 1848-49-es forradalmi és szabadságharc emlékeit idézik föl, mégpedig nevezetesen a tavaszi hadjárat emlékeit, mert annak idején ugye itt vonultak keresztül Szadán a tavaszi hadjárat hadseregcsoportjai Damjanics tábornok vezetésével. Van is egy Damjanics szobrunk, amelyet mi meg fogunk koszorúzni. Idén mintegy 100 lovas járja be az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat útvonalait, 35 település érintésével Magyarországon és a Felvidéken. Április 1-én egy toborzóval indítottunk Boldogon. Boldogon azért, mert az 60 mellett van, 1849. április 2-án pedig 60-ban kezdődött a tavaszi hadjárat. És hát ugye mi a tavaszi hadjárat mezdjein lovagolunk végig, és az egyes állomásokon, városokban, falvakban ünnepségeket tartunk, rendezünk a helyi önkormányzatokkal, meg társadalmi szervezetekkel közösen. De ezen az első tavaszi emlékhadjáratos szakaszon, ami végül is Boldogtól vagy Hortól Vácig tart, 4 csata bemutatót is tartunk. Ezeket Boldogon, Tápióbicskén, Isaszegen és Vácon szoktuk megrendezni. Hát most éppen Szadán vagyunk, a gödöllői rendezvény után, és Veresegyházra tartunk. Itt szoktuk megenni minden tavaszi emlékhadjáratok legfinomabb paprikás krumpliát, bár most úgy tudom, hogy valami más készült. 12 éve, amit én a művészetek házában dolgozom, ez biztosan így van. Korábban nem tudom, hogy hogyan volt, azóta biztosan így van. Mi gyakorlatilag minden év április 7-én délelőtt fogadjuk a lovasokat az Isaszeg és Gödöllő határában. A rendőrautók felvezetik őket egészen a kastélyig, a kastély díszvodrában felsorakoznak a lovasokat, egy kis műsort adunk nekik, megemlékezünk, történelmi megemlékezés, majd utána tovább megyünk a temetőbe, ott koszorúzás történik, és azt követően pedig itt, ahol most is állunk, Szadán a Napóra téren, pedig vendégül látjuk őket, és hát innentől pedig útjukra engedjük a lovasokat, minden jóval ellátva. Úgyhogy így vesszük ki mi a részünket ebben a mai napban, április 7-én. Utóbbi években Isaszegig egy 80-100 fős lovas csapat jön általában, és aztán Isaszeg után elfáradnak a lovasok, és valamilyen oknál fogva Vácig már egy lényegesen kisebb alakulat megy végig. Ennek természetesen tudjuk az okát, hosszú időn keresztül Vácra nem tudtunk bemenni. Az elmúlt másfél évtizedben ez így volt, vagy elmúlt 10 évben inkább. Most már Vácon nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat és a tavaszi hadjáratosok között, de mivel hogy hozzászoktak a tavaszi hadjáratosok, hogy hát csak Isaszegig jönnek, a szokásokat ugye azt nagyon nehéz megváltoztatni. Úgyhogy hát mi azon vagyunk, hogy újra felépítsük ezt a Gödöllő Vác szakaszt, és akkor remélem, hogy 1-2 éven belül lesz sikerül is. Az, hogy itt megállunk ezen a téren, az csak néhány éve alakult ki. Korábban az ebédet azt Gödöllőn fogyasztottuk el, de én azt hiszem, hogy ez a legalkalmasabb terep arra, hogy egy ilyen tábori ebédet el tudjunk fogyasztani. Most először történt egyébként, hogy a Szada polgármestere köszöntött minket,
és az asszonykórus ugye fogadott szép énekekkel. Az 1989 óta zajló programsorozaton évről évre közel 60 katonai hagyományőrző és 50 társadalmi szervezet vesz részt. A Gödöllő környéki Tarsolyos Lovas Egylet tagjai minden évben részt vesznek a tavaszi emlékhadjáraton. Mi itt a Gödöllő környéki lovasokat összefogó Tarsolyos Lovas Egyletet képviselve a Gödöllő parkba találkozunk mindig, minden évben ott várjuk a Isaszegről jövő huszárokat, és onnét a parkból megyünk át a kastélyba a megemlékezésekre. És akkor a kastély után jövünk a temetőbe, koszorúzások vannak, és utána pedig jövünk tovább Veresegyház felé. Szadán van egy pihenő, ahol kicsit rendbeszedik magukat, kipihenik magukat a lovasok, és aztán megyünk tovább Veresegyházra, és ott is a Mácus tüzőtéren lesz egy kis megemlékezés, és aztán ők mennek tovább Vácra, mi pedig akkor már itt maradunk. A Tarsolyos Lovas Egylet, amelyik minket fogadni szokott minden alkalommal Gödöllőn, és aztán egy része Szadáig, másik része meg Veresegyházig kísér bennünket. Ez már nagyon régi kapcsolat, mondhatni, hogy a 90-es évek elejétől kezdve így van. Általában Szadát megkerülve legtöbbször földutakat keresve szoktunk menni, minél többet a lovak patái kimélése miatt. Most viszont ugye ez a koszorúzás az a főutcán van, tehát itt a főutcán megyünk végig, és hát a Damjani szobor előtt megállunk egy percre, és hát ott történik a koszorúzás. De nagyon érdekes érzés, hullámokat hoz elő mindig, mert ugye a mai világban, amikor annyira atomizálódott és szétesett szinte minden társadalmi kapcsolat, hogy nagyon jó és szükség van ezekre a megemlékezésekre, amikor a történelmi helyzeteinkben, a sikeres helyzetekben, a vágyódásaink kifejezésében jelennek meg, és erre szükségünk van a mai világban, és talán még jobban, és nagyon jó érzés ezekre az időszakokra visszagondolni, az ember tényleg saját magát is belehelyezi ebbe a korba, ebbe a hangulatba, és ez egy olyan jó feltöltődést ad a mindennapokra is. Az elmúlt évek tavaszi emlékhadjáratainak képeiből a szadai Hungaropubban rendeztek kiállítást, melynek megnyitójára az esti órákban került sor. Westergaard Miklós tárogató játékát követően Erdei Ibolya, a tavaszi emlékhadjárat egyik társszervezője köszöntötte a résztvevőket. 27 éve zajlik a Kárpát-medencébe az 1848-49-es szabadságharc emlékezetére az emlékhadjárat. Már tavaly is, de az idén főként erőteljesen jelen volt Szada határában is ez az emlékhadjárat, és a mai estén viszont arra emlékezünk az eltelt 25 évre, és ennek emlékére megnyitjuk ünnepélyesen a két alkotónak, fényképésznek a kiállítását, amely folyamatosan több héten át itt meg lesz majd tekinthető, és utána ez, mivel feltételezzük, hogy vándorkiállítás lesz, ez majd tovább lesz adva. Ezt az alkalmat szeretnénk hagyománnyá tenni, és valószínűleg, amikor megkerestek bennünket és ide látogattak, megláthatták, hogy a épületnek a oromzatára ki van helyezve egy emléktábla, amit tavaly avattunk fel a napóránál, szintén a emlékhadjárat során. Azoknak a huszároknak, 48-as, 49-es huszároknak az emlékezetére készítettük és avattuk fel, akik jeltelen sírban, ki tudja, hogy hol, szereteiktől távol hunytak el,
és kérik a végtisztességet. Egy nagyon szép megemlékezésnek voltunk ma szemtanúi a napóránál. Nagyon sok arcot látok itt, akik szintén jelen voltak. Biztató, hogy mindig több és több ember érdeklődik magyarságunk igazi történelme iránt. Ha az igazi történelemről beszélünk, akkor az 1848-as forradalom és szabadságharc az az igazi történeleme a magyar népnek. Büszkék vagyunk arra, hogy az akkori magyarok, nevezetesen ugye ez a tavaszi hadjárat emlékünnepe, az akkori magyarok, honvédek, huszárok végigharcolták azt a csatát, amiben gyakorlatilag időlegesen, de megmutatták a magyarság erejét. Oroszi Sándor polgármester köszöntőjét követően a Szadai Cibere népi együttes katonanótákat énekelt. Fütyül a masina, gyorsan ki az állomásra, de sok édesanyja sírva hívva néz utána. Ne sírj édesanyám, visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok. Nem halok valahol a nagy világban. Kertész Bakos Krisztina és Antal Edit fotókiállítását Horváth Lajos, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség egykori elnöke nyitotta meg. Ez egy nagyon megtisztelő és igen nehéz feladat. Nem csak azért, mert olyan művészi értékeket látok itt, ami megborzongatja a hátamat, meg kell mondjam, olyan dolgokat látok, amik visszaköszönnek régi hadjáratokról, és tényleg arról van szó, hogy már nagyon régóta, most már majdnem a harmadik évtizede, illetve a harmadik évtizedében jár ez a hadjárat, aminek a megrendezése, a végigharcolása, a végiglovaglása igencsak embert próbáló feladat mindenkitől, aki ebben részt vesz. De csak a szervezőktől is, nem csak azoknak, akik lovagolnak, persze akik itt másképp vesz az igénybe. Mi is volt a tavaszi hadjárat, azért két mondatot muszáj erről szólni. Tudjuk, hogy Görgei vezetésével a Magyar Honvédsereg egy kiváló hadjáratot vívott meg Szolnoktól egészen tulajdonképpen Komáromig, és ebben a hadjáratban egyik győzelmet a másik után aratta, és kergette végig a császári erőket. Én nem is mondanám őket osztráknak, mert nem igazán csak osztrákok voltak, bár nyilván őtőlük kapták erejüket, de voltak azok között horvátok és mások. Ez a császári sereg, aki szembeszállt a Magyar Királyság alkotmányával, ezért a magyar hadsereg, a magyar honvédség kitakarította őket tulajdonképpen az országból ez a tavaszi hadjárat alatt. Zseniális hadicselek, kiváló hősök itt lovagoltak el 10 000-vel. A katonák masíroztak, a honvédek mentek, 1000 számra a szekerek, vitték a hadtápot, utánpótlást. Itt mentek el olyan hőseink, mint az aradi vértanúk közül jó néhányan, de itt volt Klapka, Görgei és Földvári Károly, honvéd őrnagy, aki a legnemesebb, legdicsőbb hőseink egyike a magyar hadtörténelemben. Tápió Bicskénél egyszer lőtték ki alól a lovat, Vácon kétszer, mégis átvitte a rohamot a hídon át, és elfoglalták Vácot. Ezek az emberek csodát tettek, és hősök voltak. És ezért a katonai, a Huszár és Katonai Hagyományozó Szövetség, a neve egyébként az idők folyamán kicsit változott, de ennek most nincs jelentősége. Ez a szövetség, ami nem más, mint olyan fiatal magyar embereknek az akarata és a közös tette, akik szeretnék ezt a katonamutat el nem feletté tenni, ki szeretnék felidézni, szeretnék a fiataloknak is bemutatni azt, hogy a magyar képes harcolni, meg tud vívni a függetlenségéért, nem hagyja magát megalázni, mindegy, hogy Bécsből vagy Brüsszelből mondják-e meg, akkor is megharcolunk a magunkért, ha kell. És ezek a fiatalok ezt a szellemet viszik bele mindennapjainkba, ezt a szellemet sugározzák ez időszak alatt, amíg végig lovagolnak ezen a hadjáraton, de már készülnek a következőre és jövőre ismét meg fogják csinálni. Hát ezekről művészi képet csinálni, visszaadni ennek a dinamikáját, ennek az erejét,
ennek a tempóját, a sokadalmát, az egyéni hősöket, ezek a képek csodálatosan megfogják ezt. Egyszer a színekkel, egyszer éppen azzal, amikor fekete-fehérben vagy a daguerrotípiára korabeli képre hasonló módon készülnek el, vagy a témaválasztással, amely egyszerre valamikor a magányt mutatják, hiszen egy katona mindig magányos arcszintéren. Magányos, mert szembe kell nézzen a halállal, és azt nem lehet közösen, azt csak egyedül tudja megtenni az ember, de társas lény is, közösségben van, a bajtársaival együtt harcol, és védik egymást is, és egymásnak köszönhetik sokszor az életüket. És ennek a dinamizmusát olyan jól adják vissza ezek a képek, hogy sokkal komolyabb értékelő művészre lenne szükség, hogy erre megtalálja az igazán szép szavakat. A tájképek is, tulajdonképpen én azt mondanám, hogy ezek a tájképek tájkép csata előtt, vagy tájkép csata után, vagy csata utáni tájkép általában tele van elszólt felszereléssel és halottakkal. Itt a tájképeket úgy látjuk, hogy milyen a táj csata előtt, milyen egy itatás előtti pillanat, mindjárt beérkez az ember, érzi, hogy mindjárt belovagolnak a huszárok és itatni fognak, vagy hogy néz ki az a pipacsos mező, amit nem sokára legázol az a sok ló, vagy felszánt a sok ágyugolyó. És persze azok a képek a színeikkel, amelyek festményé vannak retusálva, átalakítva, olyan, mintha a festő idejött volna, aki akkor ott élt, illetve itt élt ebben az ütközetben, ezekben az ütközetekben is lefestette és idehozta elég. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a két művésznőnek, Kertész Bakos Krisztinának és Antal Editnek, hogy ezt megosztották velünk, és lehetővé tették, hogy megnézhetjük, és természetesen ennek a pubnak, ami sokkal több, mint pub, hiszen ők tették lehetővé, hogy a kiállítás itt meg lehessen. Mindenkinek köszönöm a hagyományőrzők nevében, és a magyar történelem nevében, ha egyáltalán egy sokunk közül egyik magyar megköszönhet ilyesmit a többi nevében, akkor most ezt megtenném minden magyar nevében, hogy itt lehetnek azok a képek, és azok a képek elkészültek. Köszönöm szépen. Néhány hónappal ezelőtt Fülöp Tibor Zoltántól kaptam egy úgymond utasítást, hogy foglaljam össze néhány mondatban azt, hogy mit is jelent számomra a tavaszi emlékhadjárat a készülő új könyvéhez. Most ezeket a gondolatokat szeretném megosztani mindenkivel, hogy át tudja a fényképeket néző látogató gondolni, hogy milyen háttere is van egy ilyen tavaszi emlékhadjáratnak, milyen gondolatok és érzések forognak az ott jelenlévőknek a lelkében. Tehát április 1-jét, a tavaszi hadjárat kezdőnapját pirossal szokták felírni a naptárukba a hagyományőrzők. A nagy találkozások, a nagy teljesítmények, és a sikeresen megoldott erőpróbák, a közösen végzett munka, csaták, ünnepségek, díszsorfalak, díszsortüzek, és a végtelen menetelés. Mindezt együtt, csapatban, csapatokban, a sokszor háborítatlan, tavaszi pompájában nyiladozó természettel, együtt, erdőn, mezőn, napsütésben, télben, sárban és esőben. Jó mulatság, férfi munka. Minden egyes évben férfiaknak és nőknek, lányoknak és asszonyoknak egyaránt. Semmi sem pótolhatja azt az érzést, amelyet az érez, aki teljesít és végigjárja a hadjáratot. A kísérőnek, a futósnak nincs más dolga, mint látni és megörökíteni. Megörökíteni a büszke járású lovakat, látni a nem mindennapi teljesítményüket, egyéni természetüket, gazdáig gondoskodó szeretetét. Látni a délceg lovasokat, a huszárokat, a betyárokat, az ulánusokat és túloldalon a dragonyosokat, valamint a gyalogosok és tüzérek kitartó, hosszú, korhű menetelését. És látni a forgatagot, a többi lelkes hagyományőrzőt, a hadtáposokat, szakácsokat, szervezőket, zenészeket, színészeket, tudósokat, művészeket, és támogató polgármestereket egyaránt. Egy országrész fog össze ebben a néhány napban, együtt, egy erővel, 26 éve, immár folyamatosan. Egy idézettel zárnám. Ne felejtsétek, valamikor itt előttünk magyar emberek éltek. Értünk éltek, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket és velejtéküket hullajtották azért, hogy nekünk otthonunk, hazánk, családunk, jövőnk és lelkünk legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek,
a rég volt magyar embereket. A megnyitó vendégei beszámolót hallhattak a 21. századi huszár, valamint a szadai lovas életről, majd megtekinthették Vaszlavi Gazember László kisfilmjét a tavaszi hadjárat eltelt 25 évéről. Az est zárásaként korabeli katonanóták csendültek fel a rock sámánként számon tartott zenész előadásában. Stop!